alakul, és az a helyzet áll elő, ami velem is előállt, hogy nagyon sokáig külföldön jobban ismertek, mint idehaza, és ez vele is így van. Francia nyelvterületen, tehát Belgiumot is beleértve, de akár itt, ahogy megtudtam, például az orosz területen is, a legtöbb lemezét az oroszoknál adja el Flóra. Tényleg? Tehát, hogy ő abszolút az online felületet célozta meg. Igen. És kinyílt a világ, abszolút. Nem mindenki olyan zárkozott ilyen téren, mert itt az informatikára céloztam. Igen, tehát ő aztán abszolút ezekkel az applikációival, meg mindennel, ahogy reklámozza a dolgait. Tehát ezek az üzenetek, amiket Flóra kitalál, vagy megvalósít, ezek nagyon sok emberhez eljutnak. És van egy nagyon jó számotok a YouTube-on, valószínűleg több is van, én egyet láttam, ami a házasságon belüli, vagy párkapcsolaton belüli erőszakról szól. Családon de ugyanakkor a családon belüli, és közben nagyon, nagyon. Most, hogy átveszem itt a fonalat, csak Flórának, ami nekem nagyon tetszett, hogy azon túl, hogy saját magát megvalósítja, teljesen önállóan is egyedül, tehát nincs menedzsere, nincs egy szervezet mögötte, hanem ő szépen a kis fizetéséből, meg amiket a koncerteken kap, azt összegyűjt és lemezeket készít, amiben nagyon erős társadalmi szerepvállalás van. Maga a dal is egy nagyon összetett dal, tehát ha csak a zenét hallgatjuk, van benne egy népdal motívum, amit egy kicsit átdolgoztunk. Már maga a népdal szövege is sejteti azt, amit mikor gyerekként az óvodában ezeket énekelgetjük, nem tudjuk, hogy igazán mi a tartalom. És olyan jó volt ezt kibontani és megmutatni a hallgatóknak, hogy miről szól. Te magad írod a dalt, a dalokat? Nem, egy nagyon jó Gárdával írom, ezt egyébként Szilha Roberttel és Molnár Gáborral szereztük. Hogyan készül egy ilyen dal? Te neked van egy mondani valód valamiről, vagy van egy átfogott téma? Igen, megmondom, hogy elkezdünk beszélgetni róla, hogy mi legyen a téma, milyen jellegű dalt szeretnék, és onnantól, hogy van egy úgynevezett demo verzió, onnantól már együtt bővítjük, együtt hangszereljük, és Erika is hozzáadja az ötleteit. A művészi felelősség lokálisan, a nagyvilágban, az országban. Szerintem az, hogy lokálisan vagy a nagyvilágban, ez az én részemről, mint előadó, teljesen mindegy. Mert én, aki meghallgatja az adott dalt, akkor vegyük az az a percünk dalunkat, arra valahogyan hatni fog. És az, hogy Magyarországon hallgatja meg, vagy Indiában hallgatja meg, az tulajdonképpen mindegy, ha kicsit gondolkodik rajta.